Sziasztok! Egyszerűen imádom ezt a szlovén utat. Ugye itt vagyok most egy konferencián, illetve az azt követő Science Fesztiválon, ahol én magam is elő fogok adni. Most ez a konferencia, ez a szakmai rész, ahol hozzám hasonló emberekkel gyűlünk össze. Most éppen egy olyan helyszínre igyekszem, ahol be tudjuk mutatni egymásnak, hogy milyen előadás típusokat szoktunk tartani, hogyan szoktunk felkészülni. De minden évben valahova máshol viszik el a konferencia résztvevőit, mindig meglepetésszerű. Az idén is az volt, hogy Ljubljánában egy helyszínen találkoztunk, bepakoltak minket egy buszba, és konkrétan ide jöttünk el. És lesz majd még egy plusz poén az egészben, méghozzá az, hogy itt található a világ legnagyobb vagy legmeredekebb síugrósánca. Úgyhogy néhányan, akik akarják, ki is próbálhatják, persze nem sível, hanem egy ilyen drótkötélpálya is kapcsolódik hozzá, amin le lehet siklani. Na most, tekintve, hogy nekem elég masszív tériszonyom van, nem valószínű, hogy ezt be fogom vállalni, de még van pár méterem, hogy ezt eldöntsem. Hát konkrétan ez az a síugrósánc itt mögöttem. Na most az a helyzet, hogy mivel meglepetésszerűen hoztak ide, ezért nem volt időm felkészülni se a helyből. Innen-onnan szerzek most információkat, de akkor legyen ez nektek a házi feladat, úgyhogy most ne elsőzzetek a videó alatt, hanem azt nézzük meg, hogy ki az az első, aki mindenféle információkat tud nekem adni erről. Planicában vagyunk, ez a helynek a neve, itt rendeztek különböző síversenyeket. Úgy hallottam egyébként, hogy ez az a sánc, ahol először döntötték meg a 100 méter és a 200 méteres rekordot is. Ezt validáljátok ti, hogy így van-e. Na most még eldönthetném, hogy felmegyek-e erre a ziplányra, vagy erre a drótkötélpályára, amin le lehetne csúszni. Viszont most mondták, hogy olvassam el itt a tájékoztató feliratot mellettem. Ez azt írja, hogy ez a világ legmeredekebb ilyen drótkötélpályája. 38,3 fokos az egész. Eszméletlen magasról indul, nagyon gyorsan lejt, és emiatt... Ha jól emlékszem, amit elmondtak, azon a ponton, ahol a leggyorsabban mész, ott nagyjából 70 km per órás sebességet simán el lehet érni. Úgyhogy ez alapján döntöttem, nem megyek fel. De ahogy elnézem a konferencia résztvevői közül, többen igen. Hey Kim, are you afraid? Afraid? I'm shitting my pants. Jó, hát innen kintről azért nem tűnt annyira borzalmasnak a dolog. Nem mondom, hogy kipróbálnám, de lehet, hogy egyszer kipróbálnám. Mivel odafent túl nagy volt a szél, és ezért a legtöbb embernek a kísérletei igényelnék a viszonylag kontrollált körülményeket, ezért úgy döntöttünk, hogy mégis inkább lejövünk ki Lanovkával, ki pedig ezzel a drótkötélpályával, és mögöttem ebben a központban fogjuk végrehajtani ezeket a nagyon fontos szakmai programokat. És azt hiszem rájöttem, hogy miért pont itt vagyunk. A Ljubljánai Science Center, ami egyébként ezt az egész fesztivált meg konferenciát rendezi, rendelkezik egy utazó kiállítással, ami azt jelenti, hogy az ország különböző pontjaira el tudnak menni, visznek mindenféle apróbb fizikai játékokat, és meg lehet őket csodálni, ki lehet próbálni. Tehát azok sincsenek elzárva, akik Szlovénia valami nagyon távoli részén laknak. És persze jönnek velük azok a demonstrátorok is, akik el tudják magyarázni, hogy miről van szó. Mert ez szerintem nagyon fontos, hogy magyarázatot is kapjanak a diákok. Oké, mindjárt kezdődnek az előadások. Bejöttem abba a központba, ahol tartani fogjuk egymásnak a dolgokat, de nem fogjátok kitalálni, mit találtam itt a WC-nél. Emögött az ajtó mögött. Készen álltok? Konkrétan havat tárolnak ezen a szinten, de több szinten is van ilyen egyébként. A sífutók itt szoktak gyakorolni nyáron, amikor nincsen egyébként hó. Ez valami eszméletlen jó. Iszonyat hideg van, nem ehhez vagyok öltözve, de azt hiszem most egy kicsit hógolyózunk. Nem lehet belőle hógolyót gyúrni. Ideje nekiállni a komoly munkának is, de ami itt történik a teremben, az itt is marad. Szuper titkos. Oké, mondanám, hogy szuper izgalmas volt a program, és fantasztikus dolgokat tanultam, amiben van is valami, de nagyon hosszú és nagyon fárasztó volt. Egyébként menet közben itt iszonyatosan beborult, úgyhogy lehet, hogy hatalmas zuhé közeledik. Most a buszt várjuk, visszamegyünk a hotelbe, hogy gyorsan megpróbálom megvágni ezt a videót, aztán, ha minden igaz, reggelre ott is lesz nektek. Ha ez így történt, akkor legyen szép napotok. Sziasztok!